Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő, fellép és lelép, s mindenkit sok szerep vár életében. Szabó Lőrinc fordítása. Szép napot! Önök a Katona József Színház Ahogy Tetszik című darab előnarrációját hallják. Lendvai Zsóka vagyok, az Akku Egyesület munkatársa. A következő pár percben megismerkedhetnek a színpadképpel, a fontosabb vizuális elemekkel, valamint az előadás szereplőivel és alkotóival. Tartsanak velem, hogy még teljesebb legyen az élmény az akadálymentesített előadáson. A színlapon olvasható információk a darabról. William Shakespeare nyomán, Nádasdi Ádám fordításának felhasználásával a szövegkönyvet írta: Závada Péter. Nincs az az ármány, intrika, cselszövés, ami olyan messzire űzhetné az embert, mint a vágy egy másik iránt, mint a szorongás, hogy magányos marad, és mint a pánik, hogy talán mégsem azt kapja majd, akivel boldog lehet. Négy ember pár bolyong az Árdeni erdőnek nevezett helyen, hogyha sehol más út, ott végre legyőzze félelmeit, és próbára tegye magát és a másikat akik pedig nem a szerelemben utaznak bölcsek és bolondok, köszörülik az elmét, folyik a szó, de mindez azzal a pofátlansággal, elevenséggel és stílussal, amivel Shakespeare kortársai találkozhattak a színházban, az irodalmi értékeket felhasználva és nem felmutatva. A darab szereplői Borbé Alexandra, Dankó István, Kocsis Gergely, Fekete Ernő, Hegymegi Máté, Keresztes Tamás, Kis Eszter, Ónódi Eszter, Pálos Hanna, Tasnádi Bence, Újlaki Dénes. A darab alkotói, díszlet és jelmez Horváth Zseni Zene Keresztes Tamás, Hang Barta Világítás Pető József, Mozgás Hegymegi Máté, Súgó Doma Petra, Dramaturg Radnai Anna Mária, Asszisztens Fejes Vera, Rendező Kovács D. Dániel. A történet és díszlet William Shakespeare 1599-ben írta meg Ez Juláikit, ahogy tetszik című darabját. A cím kíváncsiságot ébreszt, de semmit sem árul el, örömöt ígér, de megfékezi a túlzó elvárásokat, finoman kéri a közönség tetszését. A darab rendezője, Kovács Dániel, Nádas Diádám Shakespeare fordítását vette alapul. A fordítás alaptónusán nem változtatott, de Závada Péter átirata nagyon mai, nagyon modern, nagyon cool. A szöveg tele van a legfiatalabb generációk által könnyedén értelmezhető, beazonosítható szlengekkel, gegekkel, utalásokkal, amik észrevétlenül hozzák közel, teszik ismerőssé a 16. században élt szerzőt. 21. századi aktuális reklámrészletek keverednek költészeti utalásokkal. A szöveg mellett az élő zene teszi nagyon mozgalmassá, különlegessé a produkciót. Az előadás kezdetén és végén a féle örömzenélés részesei a nézők, ahol a szereplők énekelnek és vagy maguk játszanak hangszereiken. A színpadon félhomály, majdnem sötét. zenészek töltik meg a teret. A beérkező nézők egy zenélő hippi társaság köré gyűlnek. A vendégek kezdetben saját szomszédjaikkal csevegnek, rá, -rá pillantva a színpadra lassan a rápillantgatásokból figyelem, elcsendesedés, azonosulás lesz. A néző hagyja, hogy átjárja az egyre erősödő zene üteme, és letelepedjen, megérkezzen ő maga is, a tábor tűz körül üldögélő társaság tagjai közé, hátrahagyva a gondjait. Kezdődhet a mese. Helyszín az Árdeni erdő, ahol a szereplők számkivetetként élnek a féle hippi életet. A színpadot határoló falak sötétek, a fény gyér. Fél homály az uralkodó, mintha valóban éjszaka lenne. A színpadjáró felületét megvilágított lapok borítják, melyek önálló világító testekként működnek. Hasonló világító lapok helyezkednek el a plafonon is, melyeket zöld, növényindákkal fettek be, azok sziluettje jól látható a nézői oldalról. A díszlet így lesz izgalmas és egyszerű a sejtelmes megvilágításban. A fekete falakon két oldalon két ajtó látható, a háttérben egy átlátszó tükrös forgóajtó, az oldalakon két-két tükrös kijáró. A forgóajtó mögé a néző belát. A nyitott felület mögött a természet barnás-vöröses színei sejlenek fel. Az átlátszó ajtó mögött gyakran zajlanak olyan események, amelyről az adott jelenetben a színpad előterében a szereplők beszélnek. A párbeszéd és a háttérben zajló, halhatatlan mozgássorok tökéletesen egészítik ki, magyarázzák egymást. Olyan, mint egy néma filmjáték. A megjelenő kevés bútorzat is az erdőben felelhető fahasábokból, gajakból, illetve az egymással semmilyen kapcsolatban nem hozható hétköznapi élet apró tárgyainak egymáshoz eszkábálásából készült. Az egyik legizgalmasabb kellékelem egy bicikliváz alakú alkalmatosság. A váz egy része porszívócsőből, másik része egy mankóból, teniszütőből és légycsapóból áll. Az alkotó elemeket leginkább maczagok tartják egyben. A vázon egy kemping lámpa is lóg, a lámpafénye hangulatosan csillan meg a vázra erősített dobokon. A vázon szabályos bicikli pedálok láthatóak, amiket állandóan hajtva termelődik, a féle dinamóként az áram, ami az energiát adja a lámpának. Ha a pedált a rajta ülő szereplő nem hajtja, nincs energia, kialszik a fény, sötétség burkolja be a zenélőket. Szereplők A darab első számú párja Rosalinda és Orlando. Orlando fiatal, jó kötésű, jóképű fickó, sötét vászonnadrágot és kekizöld cserkész kabátot hord. Kabátja alatt egyszerű, kereknyakú póló. A nyakában egy fülhallgatószerű tárgylóg, amit ha a fülére tesz, az események menete gyors hátramenetellel visszapörög a múltba. Ezek a visszajátszások utalnak az eredeti mű első felvonásának történéseire. Cipője trendi, narancsárga színű, magas torna cipő. Rosalinda csinos, fiatal szőkehölgy, eleinte vászonnadrágot hord blúzzal és rövid felöltővel, később csíkos vászonnadrág van rajta fehér pólóval és pöttyös zoknival. Női mi voltában Orlando küzdelmének idején egy bordó csipke, teljesen testhez simuló ruhát, később egy tűzpiros hosszú ruhát ölt magára, aminek hátkivágása a derékvonalig ér. Férfi elmezben ruhája kiegészítője, egy férfi kalap. Ádám, Orlandó apjának, így Orlandónak is hűséges szolgálója, egy idős, kisé hajlott hátú férfi, tele alázattal, fiatal gazdája iránt. Vászonnadrágot, kopott ódivatú bőrcsekit hord, alatta ing. Nyakában megkötött, lágy anyagú sál, Fején, feje búbjára csapott, kötött sapka. Szilvius, kopasz fiatal férfi, aki farmernadrágot, halvány keki színű inget, nyakkendőt és fekete bőrzakót visel. A két herceget alakító színész, késő középkorú, nagyon rövid hajó férfi. Bő, leginkább pizsamanadrákhoz hasonló, fekete-fehér halpikkel mintás alsó ruházatban, fehér trikóban és bordóházi köntösben jön megy a színpadon. Az esküvők idején a házi kabátot fekete zakóra cseréli fel. Olivér, középkorú, szintén kopasz férfi. Ruházata elegáns, sejemfényű öltöny, kockás ingel. Zakója általában begombolva. Kezében vagy orrán az elengedhetetlen státuszszimbólum egy sötét napszemüveg. Charles, a tarcoffos harcművész csíkos vászonnadrágot hord, nadrág tartóval, apró pöttyös mintázatú ingét nyakánál lazán kigombolva viseli. Szília, fiatal, hosszú, barna hajulány. Öltözete változatos színű nadrág, pólóval, illetve egy hosszú, lágy anyagból varrott, újatlan ruha. Az erdőben inkognitóban rövid szoknyát visel pólóval, és egy esetlenül lógó nagy kabátot. Ódri, ízig vérik falusi lány, kisé butuska. Haját rendezetten, hátra fésülve összefogva hordja. Rajta bordó harisnya, és magas szárú cipő van. Szoknyáját rövid, vastag anyagból varták. Hosszú újú testhez álló mintás pólót visel. Ehhez időnként felvesz egy piros-fehér mintás esőkabátszerűséget. A darab utolsó jelenetében vastag harisnyája fölé egy lenge anyagú, cakkos szélű szoknyát vesz fel. Penge, a bolond, egy középkorú férfi. Rajta egy olyan kapucnis jogging felső van, amelyet a lábára húzva hord, vagyis a kámzsa a térdei közt lóg alá. Felső testét fekete lila csíkos adidas melegítőt akarja. Póp fiatal, középkorú hölgy, rajta alakját elfedő, egyenes szabású, hosszú újú, geometriai mintás ruha van, színe jellegtelen, orrán nagy keretes szemüveg, vörös haja a válláig ér, különösebb frizurát nem fésült, később már ő is testhez álló mini húz. Ehhez a miniruhához felvesz egy magas szárú, elegáns csizmát, haját is feltűzi, és frizuráját egy virággal díszíti. Zsák középkorú férfi fekete öltönyben, fekete nyakkendővel. A kecskéket alakító színészek öltözete fehér vászonnadrág, fehér ing és fejükön fehér szarvak. Az audio narrációról. Az előadás alatt a narrációt látássérült vendégeink egy készülék segítségével fülhallgatón keresztül követhetik. Az előadás hossza két óra szünet nélkül. Az előadás narrátora Petneházi Emőke, szakmai konzultáns Szeret Zsófia, az AKU, az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért Egyesület munkatársai. A 2016. június 8-án megvalósuló előadás akadálymentesítését látássérültek részére az Új Európa Alapítvány teszi lehetővé. Technikai információk Letesérült nézőink részére az előadás előtt színpadbejárást tartunk. Az előadás alatt a narrációt vendégeink egy készülék segítségével fülhallgatón keresztül követhetik. Amennyiben van saját kedvenc fülhallgatójuk, kérjük azt hozzák magukkal. Köszönjük a figyelmet, szeretettel várjuk Önt és barátait a Katona József Színház Kamra Színpadán, az ahogy tetszik című előadáson.